Beszélgető társa Munkácsy Díjas szobrász művész, aki Európa számos érdekes országának, például Türkmenisztánnak a megjárása után alig egy évvel ezelőtt költözött Budakeszire, és van is egy, hát nem is felajánlása, de egy parlagon heverő szobra, amit itt a városban akár el is lehetne helyezni. Ismeretlen ismerősünk, Gyurcsek Ferenc szobrászművész. Művész úr, engedje meg, hogy egy In medias res kezdéssel indítsak, ugyanis megnéztem az ő javaslatára egy 10 évvel ezelőtt önnel készült portréfilmet, amit nagyjából úgy, ami úgy zárul, hogy ha van még hátra 10 éve, mondta akkor a kollégának, akkor meg fogom csinálni azokat a munkákat, amire egész életemben, egész pályám során törekedtem, de valamiért kimaradtak. Eltelt a 10 év, sikerült ezt a restanciát pótolnia. Szóval egészen pontosan nem is arra gondoltam én akkor, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztam, hogy megcsinálni, hanem visszatérni rá és összegezni. Ezt is mondta valóban. Ja, igen, igen. Szóval ez valóság, valójában itt nem tematikáról van, hanem szakmai, formai problémákról. Tematikáról is szó volt, mert azt mondta, hogy ezekben a munkákban, úgymond, vagy összegző tevékenységben az emberi méltóságot és a szabadságot szeretné kidomborítani. Igazából mindig erre törekedtem, de van egy sorozatom, amit gyakorlatilag ebbe a 10 évbe bomlott ki, amit már 70-es évek végén kezdtem el, ez a úgynevezett haiku témára című sorozat, ami, hát félreértés ne legyen, nem arról van szó, hogy én illusztrálni akarok valamilyen verset, hanem volt egy haiku japán vers, ami nagyon megmaradt bennem, és nem hagyott nyugodni, és megpróbált, állandóan jogot követelt magának formai szempontból, tehát nem. Persze van benne ló, van benne pajzs, van benne arcos, van benne drapéria, de nem arról szól, igazából ezek csak motivumok. Hát akarjuk azért, hogy legyen valami kapaszkodó is a nézőnek. Hát én úgy gondolom, hogy a ló, akár egy részlet is belőle, a mi kultúránkban valamilyen szabadságképzetet kelt. A drapéria az, hát talán zászló, de ugyanakkor sérülékenység is, mert ugye nem páncélban van az illető. A pajzs meg a küzdelem, hát inkább védekezés, de én fegyvert nem használok ebbe. És tegyük hozzá, hogy igazából, ez csak eszköz és ürügy. Valójában itt egy mozgás dinamikai probléma van, tehát vagy az időt próbáltam megfogni úgy, hogy egy kicsit elmozdulnak a formák. Tehát sokan mondták, hogy futurizmus, de nem futurizmus, de mégiscsak hajaz valamennyire rá, mert elmozdulnak a formák, néha felgyorsulva, néha lassulva, és ebből az egészből akarok valamit, már újból, még ez az igazság, nem csináltam még meg. Bár egy nagy márvány szobrom, egy ilyen már áll Burgaszba, egy áll Ashgabatba, egy nagy kő, de Magyarországon még nincs. Ez mindenképpen egy ilyen köztéri produkció? Hát igazából én minden szobornál arra gondolok. Ezek csak számomra műhely munkák, amit szóval nem azért csinálom, hogy valami polcra, vagy vitrínbe, vagy valahová kerül. Akkor ez még egy ilyen érlelődés alatt álló? Nem, ez már tulajdonképpen kiérett, csak közben mindig eszembe jut egy újabb variáció, amit megcsinálok. Ja, de bármikor készen állnék rá, hogy megcsináljam. Tehát akkor nem úgy van vele, mint nem akarok butaságot mondani, melyik híres szobrász művész, aki már a kőtömbbe csak éppen lecsapott egy-két darabot, mondván, hogy ő már belelátja a többit, nincs ideje kidolgozni. Ez jól hangzik, de valójában nem így van. Hát persze a lényege ez egy kőszobornak, hogy ott a szobor, csak le kell bontani a felesleget. Hát a fizikailag tényleg erről szól a dolog, de ha mondjuk magamnak csinálok, vagy bármik más kollégám egy szobrot, akkor sokszor előfordul, hogy valóban egyből a kőbe. De hogyha a megrendelő is van, a megrendelő általában azért nem fizet, hogy majd lesz belőle valami, azt szereti látni a tervet. És most lepett meg engem, valamelyik héten láttam a Michelangelo Pietájának a agyag terrakotta változatát. Ezt nem tudtam, hogy létezik.
És ott van bizony, és gyönyörűen meg van csinálva, teljes tökéletesre, és arról faragta át. Tehát ön is először gipszel agyaggal megformálja, és persze, hát előbb megcsinálok egy tervet, az biztos. Hát, illetve rajzol, több tervet. Előbb rajzba, aztán kis plasztikába, és miután már a fő arányok tisztázódtak, csak utána vehetem a bátorságot, hogy szerezzek, mert egy külső olcs, az több százezer forint, vagy esetleg millió. Tehát az egy luxus volna. Nem csak kővel dolgozik, ahogy olvastam, bronzzal, márványjal. Attól függ, hogy mivel tudom kifejezni. Sőt, poliészter, ezt olvastam, ez hogy sikerült? Poliészter, az miután többször megszakadtam a cipelésben, mert itt kékszakálló herceg. Igen, ez az ember a szakmai ártalom, hogy sérve műtik, mert ránéz, és tudom, hogy arrébb, föl tudom állni, és arrébb tudom tenni. Ezt a művész cipeli? Hát magadulom, a szolgád nincsen. Hát, persze, hát nyilván nem a reneszánsz időben élünk, vagy valami nagy korszakban, ahol voltak tanítványok, segédek. Most megtehetném, hogy kimegyek a kocsmába, és beívok néhány embert, hogy segítsen arrébb tenni, de ha ráesik a lábára, én vagyok a felelős, aztán mire elmagyarázom neki, hogy mit csinálja, addig én megcsinálom. Tehát ez csak egy kis érvel jár. Hát persze, meg a kezemre ráütök, meg minden bajom van, de hát ez vele jár, ez nem gond. Egyébként önöknél is van ilyen, feltételezem, hogy van ilyen szakmai ártalom vagy betegség, hogy szét van verve az ujja, a keze, hát, mellé csap. Időnként. Hát, a henteseknek hiányzik egy működés. Igen, de azért már ennyi év után az ember tudja, hogy hova jut. Szóval kell egy fizikum a szobrászathoz, ezt meg kell mondani, szóval ezt nem lehet. Persze, hogyha kis pasztigára megy valaki, vagy érmész, vagy akkor lehet kis, de általában állóképesség kell hozzá. Akkor ugorjunk egy nagyot az időbe, menjünk vissza a kezdetekhez. Úgy tudom, hogy a felmenői között nem volt kifejezetten szobrász, talán művész sem, viszont édesapja jó rajzolt, építőiparban dolgozott, és hát rajta keresztül ismerkedett meg talán az anyaggal magával. Hát ebben az anyaggal, amivel én foglalkozom, megmondom őszintén, mert apám tetőfedő volt, de hát az építőiparban volt ismerettségem, de nem is annyira, hanem főiskola előtt, mert művészeti szakkörben, akkor még gimnáziumnak hívták. Ez a kisképző volt? Igen. Rádai utca, utca. Tehát ott végeztem, és utána elmentem dolgozni, mint restaurátor. És itt ismerkedtem meg igazán anyagokkal. Én dolgoztam a Budai Várba, a régi műemlékeket, a Feltődi Kastélyba, a legkülönbözőbb helyeken. És csak két évig volt restaurátor, ahogy olvastam, a 60-63. Igen, de ez épp elég volt ahhoz, hogy egy ilyen őrült kalandor. Szóval minden nemeket ismerkedni, hát mit tudom, mondjak olyant, hogy lélegző óriást csináltam a Vidán Parkban. A barlangvasúti előtt ücsörgött, talán ez műemléki is valami. Feküdt. Feküdt, igen. Ott nem a megcsinálás volt a gond elsősorban, hanem hogy mitől lélegzik. Mitől lélegzik? Hát kitaláltuk, egy ventilált rakunk a belőle, és a hasa egy vászonban volt. Csak azt nem találtuk ki, hogy előbb-utóbb az felrobban, mert hát nem vezettük el a... Rögtön szellemvasút is lett belőle. Hát igen, szóval mondom, ilyen őrült, meg a véges medve alá műsziklát betonból, azok a nagy sziklák. Igen. Hát ott például megismerkedtem a betonnal. Meg a jeges medvével. És hát egyszer majdnem. És ebből lett aztán később egy óriási szobor, szolnokon betonból csináltam, de azért mertem belevágni, mert sejtettem nagyjából a beton mi. Betont az sokan kevésbé szeretik, mert a 20. század, nem is tudom, egyen anyagának tekintik, sok ronda épület épült betonból, de azért a szobrászatban mégiscsak valami új üzenet. Hát én sem azt akartam, mert azt a szobrot, ez egy nagy pályázat volt, amit sikerült megnyerni, az háznagyságú szobor. Én persze kőből gondoltam, de kiderült, hogy nincs annyi kő Magyarországon, amiből meg lehetne csinálni, és akkor javasolták, hogy legyen beton. És akkor elmentem a szolnoki házgyárba, és egy fél évig kísérleteztünk laborba, hogy egy olyan szemszerkezetű víztényező, egy olyan anyagot, fehér cementet ráadásul kísérletezünk ki, ami fagyálló és bírja, és ott van, megserezdül. De melyik ez az alkotás? A szolnok 900 éves. Tehát egy ilyen emlékmű? Óriási emlékmű. Óriási emlékmű.
Az volt az, hogy 900 éves a szolnok, egy országos pályázat volt, és akkoriban főiskolát... Ez a 12 méter magas, igen. Ez tényleg valóban nagyon... Hát akkor végeztem a főiskolát, és mindenhol pályáztam. Hát senki nem ismert, senkitől nem féltem, és... Azt kell, azt akartam kérdezni, hogy hogy kerül Szolnokkal szorosabb kapcsolatba, hiszen így. Több munkája van Szolnokon, de ezek szerint pályázott, nyert, megépítette ezt a... Hát Budapesten két millió ember közül ki ismer, ember eltűnik. Ott véletlenül, tehát tényleg véletlenül megnyertem ezt a nagy országos ismeretlen ezt a pályázatot, és miután megcsináltam, kivívtam a rangot a szakmában, meg társadalomban is. Én úgy fogtam ezt föl mindig, hogy jobbás sorba születtem, és a nemesi cím kivéd, a munkával lehet csak, de ez volt az áttörés, a szolnoki szobor. Utána lovag lettem. Az más kérdés, hogy kóborlovag maradtam, soha nem lettem, de hát szerettem volna rablólovag is lenni, de nem sikerült. Erre még térjünk majd vissza, de a középiskola után azért ne ugorjunk ilyen nagyot, főiskola következett. Igen. Akkor már egyértelmű volt ezek szerint az érettségi után, hogy ez a vonalon. Hát a gimnáziumot szobrászakon végeztem, a Somogyi József volt a mesterem, aki egy nagyon nagy karizmájú, és akkor azt hiszem az egyik legjelentősebb szobrász volt az országban, és hát tőle tanultam a szakma alapjait, és ez a különlegesség nem csak a gimnáziumban, a főiskolán is ő volt a tanár. Tehát gyakorlatilag majd egy 10 évet húztunk le együtt. Mennyire nyomja rá ilyenkor a mester a bélyegét a tanítványra? Tehát hol jön az a pont, amikor ön már Gyurcsek féle módon akar hozzányúlni ugyanaz az anyaghoz, amihez Somogyi úr máshogy? Hát ez sajnos, ez vele járó, ezért meggyőződésem, hogy nem is lehet tanítani. Illetve szerintem minden jobb a mester, annál kártékonyabb a hatása a növendékre. Annyira befolyásolja. Hát egyértelműen. Én ugyanúgy tudtam Somogyi szobrot csinálni a végén, mint ő. De az, hogy én mit tudok, az fogalmam nem volt. De aztán kialakult. Hát muszáj volt. Hát, de miután elváltunk, ő rájött, el is mondta nekem, hogy ő tulajdonképpen tévedett velem szemben, mert ő az agyaggal és az agyag izgalmas felületével, egy ilyen szenzibilis, szenvedélyes felületekkel dolgozott. Engem viszont a nagy formák vonzottak mindig, és mondta, hogy engem a kő felé kellett volna, de hát ő mivel soha nem faragott követ, szóba se kerülhetett, és ez rám várt. Mi tanítható meg a szobrász mesterségből, vagy szakmából, hivatásból? Mi az, ami viszont tehetség, talentum nélkül nem sajátítható el? Hát szerintem nem csak a szobrászat, a képzőművész általában szerintem a 80-85%-át meg lehet és meg is kell tanítani. És a technikai rész főleg. A technikai, elsősorban. Látásmódot nem lehet nagyon. Azt nem, az egy alkati dolog, de azt is befolyásolja, hogy kinek a irányítása alatt alakul az ő szemlélete. Uh-huh. De, és általában művészettörténészek ezzel foglalkoznak, ezért nem tartom túl sokra a tevékenységüket. Nem vagyok elfogult, de volt egy művészettörténész feleségem is. Többek között, aki múzeumigazgató is volt. Tehát belülről tudom, hogy működik a művészettörténész. Tényleg történész. Felsorolja a tényeket, csak is a tényeket, hol végzett, mit csinált, milyen hatások. De arról bizonyos 10-15, de lehet, hogy csak 5%-ról, amitől ez művészet lesz, arról senkinek fogalma nincs, hogy mi az. Holott szerintem ezt kéne piszkálni, mert én is kíváncsi lennék rá. Azért a honlapján szerepel egy Tasnádi Attila nevű művészettörténész, aki önről meglehetősen szépeket ír, csak így röviden azt írja önről, hogy életigazságokat fogalmaz meg, eredeti téma felfogása van, vagy erre hivatott, merész formalátása, és általában az ember és a világ viszonya foglalkoztatja a munkáiban. Gondolom, hogy ezt azért tette a honlapjára, mert ezekkel a kitételekkel egyetért. Szóval, hogy mondjam, olyan gondolkodó embernek tartom magam, akit érdekel a világ, és tényleg érdekel, és a szobrászatot, vagy a művészetet csak eszköznek tekintem, hogy
ezekről a sorskérdésekről, meg az ember is, meg egyáltalán, ami öntudatunk van, hogy valamilyen nyomot hagyjak. De alapvetően minden művésznek ennek kellene lenni az arcpolitikájának, hiszen ha nem, akkor egy ilyen vásári búcsú árukészítő. De vannak szerencsés alkatok, akik belső ösztönből mind a visszfolyás, hogyha nem hazudik, nem jöhet ki belőle rossz. Viszont nem igen foglalkozik, hogy keletkezett a világ. Abszolút nem érdekli, viszont a virágok színpompáját, meg az ég kékét, meg a, és abba benne rejlő derült, vagy feszültséget, még akaratán kívül is. Hát, most elképzeltem ezeket a gicses naplementéket. Hát erről nem beszélnék, de hát vannak ilyen témájú képek a nagyok között is rengeteg. Akármelyiket vesszük, hát mit tudom én. A nagy festők, nehogy azt így, hogy nagyon érdekelte a Velázquezt, a spanyol udvarnak a félig degenerált hercegnői, meg infánsoknak a... Ez volt a feladat, megcsinálta, de ha megnézzük a részleteket, meg a hátteret... Ez az, hogy valamit beletesz, amitől... Ez az 5%, amit mondott. Hát nem? Igen, ez az, amit nem lehet tanítani, nem is foglalkozott vele senki. Számos se kérik tőle, csak tudomásul veszik, hogy ez valamitől nagyon jó. Ki dönti el azt, hogy te, van-e olyan grémium, vagy olyan közmegegyezés, most egy picit öntől is elvonatkoztatva, akik arra hivatottak, hogy minden kétséget kizárólag megállapítsák az egyik szobrászról, hogy ő művész, ő benne van, az ő munkájában benne van az 5%, az a másik, az viszont nem művész, mert ugyan ügyes mesterember, de semmi plusz nem hordoz egyébként jó kiállású szobra vagy festménye. Nem tudom, most bizonyos, zavarba vagyok ebben a kérdéssel kapcsolatban, mert ez akkor érvényes, ha a társadalomnak van egy kialakult értékrendje, hogy mit tekint annak. De nincs, az emberek a gicset szeretik. Ez fellazult, amit jó dolognak tartunk, mert felszabadult a művészet egyrészt, és megdőltek azok a törvények, ami eddig ezeket kikristálysította, ezeket a szempontokat, ami szerint meg lehetett állapítani, hogy ki micsoda. De most épp az a baj, hogy értékválság van. Senki se tudja megmondani, hogy melyik a műalkotás, illetve bármilyen törekvésnek megvan a tábora, akár elméleti tábora is, ami szerint az. A másik nem meg nem. Nem azt, hogy vannak divathullámok. Most zenei példát tudok mondani. A Bunyós Pityú az valószínűleg nagyon népszerű, és teltházak előtt adja a koncertjeit, lakodalmasnak. Miközben egy kurrens jazzzenekar, vagy jazzmuzsikát játszó Sárik Péter, most ő jutott eszembe, zongora művész, egy szűkebb körbe. Mégis azért mindenki tudja, hogy a Sárik neve fönnmarad 100 év múlva, és a Bunyós Pityú meg el fog tűnni a sehova. Hát az biztos, de hogy mérhető. Hát például annak idején még fiatal művészek stúdiós koromban, meg később a művészeti alapnál tagja voltam a Szobrász Felvételi Bizottságnak. És ugye akkor mindenki művész akart lenni, de nem csak azért, mert úgy érezte, hogy van hozzá tehetsége, hanem aki egyszerűen nem tudott munkát igazolni, elvitték a rendőrök. Tehát munkát kellett igazolni. De aki művészeti alaptag volt, az békén hagyták, ő művész. Tehát volt egy ilyen kis papírja, és akkor igazoltatták, és jó napot kívánok. De hát az volt akkor a kritérium, hogy a mindenkori főiskolai diplomamunkát, ha egy amatőr eléri, mert önképző is lehetett, akkor föl van véve. Igen, de közben változott a világ, és bejött például, mint egy konceptuális művészet, concept art. És akkor jött egy főiskolát, végzett a diplomamunkára, kimentünk a főiskolára, és láttam egy nagy kupac halap, a homokot, kisebb kupac homokot, egészen egy gyűszűnyi homokig, itt sorozatban. Most erre adtak neki diplomát, és akkor, hogy mi fölvesztük, vagy nem. És mondtam, szerintem ennek alapján nem. Mert személyiséget akarok fölvenni, nem tudom megítélni, hogy ő. De persze fölvettük, mert aztán jött a mester, és megesküdött, hogy tényleg megcsinálta azokat a munkákat, tanulmányokat, amihez kell, de akkor jöttek az amatőrök. És jött olyan, aki azt mondta, hogy neki millió kiállítása volt nyugaton, mindenhol, és ott mindenhol elismerték, itt meg nem. És mondtuk neki, én nem tudom ebből megítélni, nem vagyok ellene, és akkor kapott egy műtermet, egy kollektív műterembe, kapott egy mesztelen nőt, és kapott agyagot, meg állványt. És azt mondtuk, nem kell remek mű, csinálj egy életnagyságú aktot.
abban meg tudom ítélni, hogy van-e formaérzéked, szerkeszteni tudsz-e, van kompozíciós érzéked, áll-e a lábán. Ezeket a szakmai dolgokat meg lehet állapítani. Utána azt csinál, amit akar, de győzzön meg, hogy erre képes. Volt, aki merte, megcsinálta, volt, a többség nem merte, mert nem tudta. Hozzá se fogad. Hát nem, ő tudta pontosan, hogy nem tudja megcsinálni. A politika az mennyire szól bele az önök szakmájában? Teljes mértékben. Főleg köztéri szobrok esetében, hiszen azért emlékszünk az, arra számtalan Lenin, meg Marx, meg élmunkás, meg nem is tudom milyen emlékművekre. Ön például ilyeneket nem csinált, és mégis elismert szobrász volt. Ez hogy érte? De én azért, hogy mondjam, politikus művész voltam. Ez nem szerepel a honlapján, én úgy látom, mert itt Radnotitól József Attila, hát Kossuthig. Hát igen, de... Ezek nem véletlenül József Attilát csináltam. És, na, mondom, és, hogy, és nem egy másik költő. Nem az élmunkást csinálta, vagy nem tudom, hát, kiről lehetett volna. Most a helyzet az, hogy a hatalom nélkül szerintem mindig is politikus művészet volt a szobrászat. Vegyük az egyiptomiat, a görögöt. Ott nem azt csinálta a szobrász, amit ő akart. Hát leverték a kezét, vagy a fejét, hogyha az Istent Egyiptomban, ha csak eltért egy picit. A görögök is isteneket csináltak. Ezek politikus, szerintem művészek a középkorban, és beszéljünk. Az egyház diktatórikusan kemény, harcos propaganda, hát az emberek analfabéták voltak. Ott föl kellett festeni a falra, hogy így jársz, hogyha. Úgy meg, hogyha. És az emberek ma is analfabéták. Az a mestereken múlott, hogy ebből remek művek lettek. De ez volt a keret. És ez a köztéren, tehát ami nem magánpénzből van, hát ott kivéthetetlen, hogy a politika betegye a lábát. Sőt, mint megrendelő, mint főmecénás jelenjen meg. Értem, de mégis más, hogyha valaki az 50-es években, vagy tudom én hányas években, mondjuk egy Radnóti és Fanni páros szobrot alkot egy térre, vagy pedig egy élmunkást, meg egy élmunkásnőt, amint a sarlót és kalapácsot szorongatják. De nem ugyanaz. De nem tudják, hogy hogy működött ez. Ez úgy volt, meséljen. Hogy... Voltak nagyszerű részei a központi, volt egy törvény, hogy minden beruházás 2000-ékét kötelező művészeti alkotásra fordítani. Tehát mozaik, festés, szobor, ami óriási. Ha most volna, a képzelő szakmával nem volna semmi gond. Na most volt egy úgynevezett munkaelosztó bizottság, ami a akkori művészeti szövetség, ami persze nem volt pártatlan, azokat választották ki, akik odahúztak. A minisztérium, meg gondolom a pártközpont képviselője, volt egy ilyen grénium, ami elosztotta a munkákat. A pályázat nagyon ritkán volt. Voltak elismert emberek, akik kijelölték, hogy ő ezt csinálja. És tulajdonképpen munkája mindenkinek volt. És ez az átkap, ez már az én privát véleményem, hogy a portré művészet nem futott annyira csúcsra, mert a nagy szobrokat adták a nagy embereknek, a éppen aktuális hőst, a élmunkás, a szövőnőt, vagy mit tudunk itt, és a maradt még, azt mondja, hogy néha az X Pistának már nincs fél éve munkája, hát adjunk neki egy portrét. Ő kapta a portrét. És így kialakult, hogy a portrék sem rosszak, de inkább olyan szakmailag olyan közepes szintűek. A nagy szobrokat a nagy emberek csinálták, Kossuthok, meg mit tudom én, Partizán, meg Felszabadulás, meg ilyeneket. De rajta múlott, mert volt a Kerényi Jenő baromi jó felszerelési emlékvet csinált Salgótarjánba, meg szerintem az Osztapenko is egy jó szobor volt. Én akkor itt szúrom a közben azt a kérdést, hogy egyetértett azzal annak idején, amikor a rendszerváltás után ezt a szoborparkot létrehozták, valami oda került, valamit egyszerűen bezúztak, vagy ledöntöttek, vagy pedig a történelemnek, a múltnak, annak valahol jelen kéne lennie, mint ahogy Párizsban, vagy Berlinben. Én abszolút nem értek el vele egyet, megmondom, konkrét példával mondom. Elmegyünk Velencére és nézzük a világ egyik legjobb lovasszobrát, ugye a Donatello-ét, a Firenze. Szóval ott vannak ezek zsoldos vezérek voltak. A Verrocchio, amit csinált, most hirtelen nem ugri benne, mert hiába, 75 éves vagyok, a Corleone. Egy rablógyilkos, zsoldos vezér gazember volt.
Egyik héten ide adta el a pénzért a seregét, másik hónapban oda. Egyszerűen erkölcstelen, gátlástalan, brigantik voltak. De érdekes egyébként, de ez most csak anekdóta, ugye Cézár is azért került bajba, mert túl sikeres volt, és félt a szenátus, hogy hazajön a sereggel, akkor mi van? Corleone ugyanez volt. Sikeres hadvezér volt, jött haza, és a Dózse testület összeült, hogy na jó, de ez most hazajön, csomó gazemberrel, mi lesz itt? És úgy döntötték, hogy hát meg kell mérgezni. Megmérgezték, viszont kapott el lovasszobrot, melyeket ismerni az érdemeit. Tehát így született a szoborról. Jó, én azért fenntartásokkal vagyok ezzel. Na jó, egyrészt csak... annak idején nagyon-nagyon sok ilyen, tehát minden egyes téren volt egy egyenlőbb. Tudom, csak azt akarom elmondani, hogy a korabeli szobrász kollega mennyire kedvezőbb helyzetben volt. Mert nem tudta elrontani. Rárakta egy gyönyörű lóra, egy szép szerkezetes páncélba. Nem lehetett elrontani. Én mit kezdjek, vagy a bármi kollégám, akár hogy milyen nagy ember volt, vagy nem nagy ember, egy zakóba, nyakkendőbe, vasalt nadrágba, ott áll egy pali. És ezért fulladt be a Lenin szobrok is. Leninből is lehetett volna jó szobrot csinálni, de hát én láttam Moszkvába egyszer az összes Szovjetunióban készült Lenin szobrot. Hát, van egy ilyen kiállítás? Volt akkor, a 80-as években. Hát mi vinnyogtunk a rögéstől, de hát azok meg nem értették, hogy mi. Mert fölfogtuk, hogy mit szenvednek az otthoni kollégák. Muszáj volt csinálni. Jó. Tartalmi részt tekintve, tehát bármilyen igényes vagy jól megmunkált szobor, ként sem szívesen látnék mondjuk Magyarországon, de akár más országokban se. Hitler szobrot, Sztálin szobrot, tehát van egy határ, ami már, hogy mondjam, hát a jó persze. Ízlést... Hát nem kötelező volt ott se csinálni, ha valaki volt olyan bátor és azt mondta, hogy nem csinálom, akkor nem csinálta. De van, aki mindig volt, aki mégis megcsinálta. Hát persze, hogy volt. Élni kellett nekik valamiből. Volt, aki hitt is benne. Ez a szomorú rész, hogy van, aki hitt is benne talán. Elvégezte az iskoláit, azt mondta, hogy ez a 12 méter magas szolnoki szobra volt az, ami igazán a köztudatban, legalábbis a szobrász köztudatban önt behozta. A tanulmányutak, amiknek itt hosszú sorát olvasom, Olaszország, Bulgária, Görögország, Grúzia, Örményország, nem tucat országok ezek, tehát azért Örményországban ritkán folytatnak tanulmányokat. Ezek hogy jöttek? Mikor jöttek már az ismertsége? Után, vagy igen, még előtte? Egyértelműen utána. Ide hívtak. Hívták? A munkára. Honnan ismerték meg Gyurcsák Ferenc művészetét, hát hogy Grúziában mondjuk elhívták? Hát most ez egy érdekes dolog, hogy úgy működött akkor a művészeti közélet, hogy ugye művészet az igazából sose volt pénz, a képzőszövetségnek nem volt pénze. Viszont élénk kapcsolat volt felül a különböző testvéri szövetségekkel. Na most magyarul annyit jelentett, hogy oda telefonáltak a műterembe, hogy te Feri, jön egy, mit tudom én, cseh, vagy bolgár, vagy nem tudom milyen delegáció, légy szíves, fogad a műterembe őket. Ez magyarul vegyek kaját, piát, és legyek házigazda. Aha. Természetesen mi ezt megtettük, mert velünk is így bántak, ha ott voltunk. Tehát ez jó tulajdonképpen. Hát persze, és így nem kellett fölülről irányítani a emberi művészi kapcsolatokat, ezek kialakultak spontán. És egyszer volt egy ilyen a Stefánia úti műteremben, és ott nem tudtam, hogy ott van a moszkvai Iskuszó, a otthoni művészeti lapnak a egyik szerkesztője, aki közben fotózott, miközben ment a dajdaj a műteremben. És azt se tudtam, hogy megjelent arról egy nagy cikk. És erre fölfigyelt valamelyik helyi tagállamnak a kulturális, nem tudom, kicsodája, vagy politikus, nem tudom, és egyszerre jön egy levél, hogy megbíznak egy szobára. Köpni jelni nem tudtam. Azt se tudtam, hogy ők nagyjából hol vannak, de azt mondja, persze, de hogy ők honnan tudják, hogy én létezem, azt végképp nem. Csomagoltam, és ott voltam. Amiket itt felsoroltam országok, ezeknek azért a jelentős része Grúzia, Örményország, Szovjetunióhoz tartozott, Bulgária, szocialista ország. Olaszország, Görögország, az hogy? A szobrászokat mennyire engedték például? Olaszországban például olyan szerencsém volt, hogy ösztöndíjjal voltam két hónapig. Tehát ott, amit persze arra volt jó, hogy
tudtam, hogy hova fogok kimenni utána, már saját pénzemen. Tehát ez egy ilyen felderítő kalandozás volt igazából. És valóban tanult, és te tanulmányutak között sorolja. Hát amennyiben ezeket megismertem az ottani tendenciákat, meg eredményeket. Mert ezeket nem ismertük. És a kapcsolatokat építettem. Az nem volt jelentős. Azok a kapcsolatok jelentős. Olyanok voltak, mint a bolgárokkal. Bementünk a műterembe, ő hozta a kajapia beszélgetés. Aha. Szóval értettük mi egymást fél szóból is, ez nem volt probléma, de hogy én tanuljak valamit tőlük, nem hiszem, hogy akkor már abban, azon már túl voltunk, hogy bárkitől is tanultam volna, pontosan tudtam, mit akarok csinálni, és igazán, szóval nem, senkitől nem akartam én tanulni, egy idő múlva az ember nem tanul, vagy csinálja, vagy... Önnek kedvére volt ez a cigány élet? Ez a itt töltök két hónapot, ott töltök fél évet, itt vagyok egy hetet, ott vagyok két hónapot. Ez sajnos, hát lehet, hogy alkati, bár szerintem én eredendően egy hűséges alkat vagyok, de hát úgy alakult a magánéletem, hogy végül is ilyen, mondtam, kóborlovag lettem. Nem tudtam. Kerestem, de tetszett is. Tetszett is, de nem is találtam más megoldást, mert nem tudtam igazából tartósan és őszinte hittel beépülni a struktúrába. És mindig visszatért. Hát persze visszatértem, de persze megválasztottak ilyen-olyan tisztségekre, de nem vagyok az az alkat, aki hát egyrészt nem tudok elvből, meg alkatilag nem tudok parancsolni, de azt sem tudom elviselni, hogy nekem parancsolnak. Tehát, van egy ilyen anarchisztikus hajlam bennem, ez tény. Aha. De én anélkül nem tudnék szobrosan. Egyébként ez a világról való gondolkozás erről is igaz? Vagy az országról való gondolkozás erről? Igen. A politikus gondolkozás erről? Igen. Akkor ő semmilyen rendszerben nem érzi igazán jól magát, vagy otthon sem magát. Hát ez az, hogy sehol sem éreztem igazán. Tulajdonképpen útközben éreztem jól magam, meg amikor dolgoztam. Mindig útközben vagyunk. Hát igen. Csak időnként felgyorsul, időnként lelassul. 75 évesen még lehet gyorsulni, vagy? Hát gyorsulni már nem igen lehet. Most nem fizikailag értem. tudom, de hát mindig egy feladat dönti el. Ha van egy méltó feladat, akkor hirtelen felpörgök. Nem is olyan rég volt, mikor Komárnóban megbíztak Hunyadi János. Szóval mindig szerettem volna egy Hunyadit. Talán egyik legnagyobb alaknájának tartom a magyar történelemben. Sikerült. Első kormányzunk. Hát igen. Sikerült ott annyira felpörögnöm, hogy szerintem azt jól megcsináltam. Utána még megkértek két szoborra, egy Kossuthra, meg egy Széchenyire. Tehát vannak ilyen hullámok, amikor... Kell, hogy a történelemet egyáltalán egy szobrász jól ismerje a munkájának a tárgyát, vagy... Azt mondják önnek, hogy dózsa, és akkor kicsit utána olvas, és akkor lesz valami dózsa. Vagy azért jobban bele kell ásni a magát a történetbe, vagy éppen irodalom esetében József Attila munkásságában, vagy hát esetemben biztos, hogy tudni kell, sőt, legalább annyit kell tudnom, mint egy történésznek, hogyha ilyesmiről van vagy szó. Vagy irodalmának, hogyha... Hát ha József Attilával gyerekkorom óta nagyon szoros a kapcsolatom. Apám ma egyidős, tulajdonképpen, és apám, mint fiatal mozgékony ember, járt is, tartott az akkori szociáldemokrata párti munkásoknak ilyen munkásköröket, ilyen irodalmi olvasókat. Apám gyakran ott volt, ismerte személyesen is. Irigylem ezért az édesapádban, ez hát egy képzavar, egy utólag. Az úszókkal milyen kapcsolatban volt, mert hogy Baján van egy úszók? Hát én épp gondolkodtam, hogy a hosszú Katinka hátra ennek köszönheti a sikereit. Ránézett a szoborra, na én akkor úszom. Nem, az úgy van, hogy én ott évekig laktam egy szerb határon, egy kis faluba, Garán. És bunyavászok voltak ott, meg svábok, meg magyarok, de főleg délszláv lakosság van már ott. És a nővérem meg Baján élt. Bármi törzsőkeres pesti, de ő oda került, és akkor az volt egy ilyen stabil pont, és akkor ott voltunk, és miután a főiskolát elvégeztem, ott csináltam egy kiállítást Baján. És akkor a polgármester megbízott egy szoborral. Sok kapcsolatom volt a Sugovicához, meg most is van egy nagy kenúm, és akkor gyakran mentünk le Bajára, Pestről, és
Szóval ott meg volt bázisom a nővérem, és én azt találtam ki, ez a Sugovica nagyon tetszett, mint természeti táj. Most nem a Sugovica, tehát az a, nem a Szilva Pálinkai. Nem, ez a Sugovica. Jó. És oda terveztem a szobrot. És valamilyen szobornak a sorsa, hogy levegőben mögötte víz, meg az ég, de közben volt egy ekkora fa, és nem, a tövében nem volt szívem kivágni, az akkora, én még fát így nőni nem láttam, és hát el kellett vinni a szobrot, és úszoda elé így került. Aha. Most mind dolgozik, azon túl, amit a beszélgetés elején már úgy elmondott, hogy van egy restanciája, úgymond. Igen, de most úgy néz ki, hogy van egy konkrét munkám, Tiszaföldvárra építenek egy körforgalmat, és oda egy valamilyen szobrot, ami megfogja a figyelmet, már messziről, hogy itt föl kell készülni, hogy itt van, de mégis fejezze ki valamilyen módon a Tiszaföldvárt, és ezen dolgozom, meg a terveit ennek készítettem. Most egy kérészt tudja elképzelni, hogy a Tisza virág... Igen, de 5 méteresben nehéz volna. Hát annál érdekesebb talán. A beszélgetés elején említette, és én mondtam is a felvezetésben, ezt a bizonyos dózsaszobrot. Miért erre a legbüszkébb, vagy az egyik legbüszkébb? Mert volt egy emléknevű márványfej is. Ugye az elején tette fel a kérdést, hogy a somogyi hatástól hogyan szabadultam. Igen. Hát ez ide tartozik. Én szubjektív, ez egyéni sorsom, de hát nekem van, a szobrászatnak is van lírai élete. Volt egy feleségem egész fiatalon, és szétmentünk. Ő eltűnt való nyugaton, én meg nem tudtam feldolgozni igazából ezt a dolgot, és gondoltam, hogy kifaragom magamból. Tehát csinálok egy szobrot, amivel ezt lezárom. És én híresen jó a vizuális memóriám, de nem jutott, nem ugrott be az arca egy az egybe. Csak ilyen részletek, száj, szem, és akkor ezt úgy sorban faragtam, gyakorlatilag föltaláltam a futurizmust. És márványban megfaragtam, óriási sikerült, kivitték Párizsba a szobrot, meg szóval ennek nagy visszhangja volt. És akkor jött akkor az országos dózsapályázat. Most nem tudom, hogy mi volt, azt hiszem a parasztháborúnak volt valamilyen kerek évfordulója, országos pályázat, és arra csináltam egy nagy szobrot. Egy nagy, kiállító helyiségben 2 méteres elég nagy volt. És itt aztán átvittem egy egész figurára ezt a darabot időbe. Na, tehát azt akartam, hogy a spontán, az újra felkelő, az elnyomást és a kitörést egy figurában. Tehát a dinamikáját. De mondom, magát azt, hogy a kezdet és a vég is, hogy ez permanens, ez soha nincs vége. Hiába verik le, az mindig újra kezdődik, és amíg a világ, világ. És ebből csináltam egy szobrot, amiben megnyertem nagy meglepetésemre is a nagy díjat, és ezt fölállították Vácon. És én szerintem ez volt az áttörés, ahol megtaláltam a hangomat, a plasztikai hangomat. Hányat írunk ekkor? Ez 75. És erre jött is egy munkácsi díj. Erre kapta? Hát vagy a szolnoki nagyszoborra, vagy ez egyszerre. Ekkor olyan jó passzom volt, hogy nem, ezt nem is tudtam pontosan, hogy mire, de... És, tehát ott volt ez a szobor, vagy 25 évig, és akkor megkeresett a Váci polgármester, hogy járuljak hozzá, hogy áthelyezzék egy lakótelepre. És nem akartam, mert ilyen sok kaszája volt, és ezt állandóan megrongálták, letörték, meg elhagyították, és féltem, hogy a lakótelepen még el is lopják. És mondtam, hogy hát nem, cserét ajánlok, én ha belemegy, adja nekem a szobromat, én meg egy ugyanakkorát kifaragok neki kőből, amit akar. Ez milyen anyagból volt? Ez bronz. Van bronz, igen. És belement, és csináltam egy nagy Kossuthot, az ott áll most is a Székesegyház, mert a zeneiskola előtt. Viszont megkaptam a szobromat. Most is ott van a műtermem előtt Vácon, Martfűn. Egy darabig kiállítottam a Martfi főtéren, mindenki nagyon szerette, de rájöttem, ez nekem nem igazán jó, mert azt hiszik, hogy az már meg van rendelve, valaki megvette, volt ez az enyém. Hát igazából szeretném ezt egy végzős helyen, hogy ott is marad. Vagy pillanatilag ez még nekem a műterem előtti
plakáton, vagy jelképen, vagy névjegyen. Cégér. És sétált Budakeszin, amikor ide költözött, és felfedezte a Dózsa György teret, ahol nincs szobor. Hát ez szíven ütött, de hát gondoltam, hogy ez esetleg talán egyszer. Tudik, kész van, ki van öntve bronzban. És egy nagyon nagyszerű alkotás. Hát én szerintem ez a legjobb szobrom. Hát kívánom, hogy legközelebb abban az apropóból beszélgessünk, hogy hát, felavatják a Dózsa szobrát hát, Budakeszin. Erre nem ismerek. Ez csak egy halvány. Remény. Gondolat. De az ilyen halvány reményekből lesznek. Hát persze. Tettek. Köszönöm a beszélgetést. Szívesen.